A napi rendi pontok tárgyalása előtt Szepesi Tibor polgármester és a képviselőtestület tagjai professzor dr. Pintér Sándor gyermekorvosról emlékeztek meg, aki a Szegedi Tudományegyetem Szent Györgyi Albert Orvostudományi Kar emeritus professzora, a Szegedi Újszülött Életmentőszolgálat Alapítvány kuratóriumának elnöke és Karcagváros díszpolgára volt. A karcagvárosi önkormányzat mély megrendüléssel vette tudomásul, hogy életének 89. évében 2022. december 12-én örökre megpihent. A testület tagjai és az ülésen jelenlévők egyperces néma felállással adóztak az elhunyt professzor és a város díszpolgára emlékének. A megemlékezés után elismerések átadására került sor. A Kulturális és Innovációs Minisztérium családokért felelős államtitkársága megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatás Kezelő által meghirdetett pályázaton a Madarász Imre Egyesített Óvoda elnyerte a Családbarát Munkahely címet. Az elismerést Balajtiné Sütő Margit intézményvezető helyettes 2022. december 12-én Budapesten vette át a Szépművészeti Múzeumban megrendezett díjátadón Hornung Ágnes államtitkártól. Polgármesteri dicséretben részesült Nagy Imre címzetes tűzoltó főtörzsörmester a város lakossága érdekében tanúsított bátor helytállásáért. Szepesi Tibor polgármester a képviselőtestület nevében gratulált az elismerésekhez, majd a napirendi pontok előtti felszólalásban Szepesi Tibor polgármester megköszönte a város gondnokság szakembereinek és azon karcagi lakosoknak az odafigyelést, akik ebben a rendkívül csapadékos időszakban gondoskodtak arról, hogy a csapadékvíz megfelelően tudjon tovább folyni. Rózsa Sándor jegyző adott tájékoztatást a két testületi ülés közötti időszakban történt legfontosabb eseményekről. Ezt követően a napirendi pontok megtárgyalására tért a testület, melynek első pontja a 2023. évi átmeneti gazdálkodásról szóló rendelettervezetre tett javaslat, amely egyhangulag került elfogadásra. Második napirendi pont a Karcagvárosi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló rendelet módosítására tett javaslat volt. Az első negyedév kivételével a jogszabályoknak megfelelően negyedévente kell módosítani a tervezetet, melynek utolsó időpontja a beszámoló elkészítésének határideje, december 31-e. Ezen jogszabályi kötelezettségnek eleget téve került napirendre, amelyet a testület 8 igen és 3 nem szavazattal elfogadott. Ezt követően a 2023. évi bankszámla hitel szerződés megkötésére tett javaslatot tárgyalta a testület. A napirendi pont 11 igen szavazattal elfogadásra került. Negyedik napirendi pont a Karcagvárosi Önkormányzat képviselőtestületének 2023. évi munkatervére tett javaslat volt. A napirendi pont szintén egyhangulag került elfogadásra. Ezt követően a Karcagvárosi Önkormányzatra vonatkozó 2023. évi belső ellenőrzési terv jóváhagyására tett javaslat megtárgyalása következett. A költségvetésből gazdálkodó ellenőrzés gazdálkodók ellenőrzési feladatát, amely célját, szervezeti rendszerét az államháztartásról szóló törvény írja elő az önkormányzatok számára. Így a belső ellenőrzésre vonatkozólag is, amelynek célja, hogy elősegítse a közpénzekkel történő hatékony, eredményes és gazdaságos, szabályszerű gazdálkodást. A javaslat ezek alapján készült, amelyet a testület egyhangulag elfogadott. Hatodik napirendi pont a Madarász Imre Egyesített Óvoda szervezeti és működési szabályzatának elfogadására tett javaslat volt. Ez szintén egyhangulag került elfogadásra. Hetedik napirendi pontként a karcagi többcélú kistérségi társulás működtetésére vonatkozó megállapodás módosítására tett javaslat megtárgyalása következett. A napirendi pont egyhangulag került elfogadásra. Nyolcadik napirendi pont a legszebb konyhakertek, Magyarország legszebb konyhakertjei országos programhoz való csatlakozásra tett javaslat. 2012 évben Karcagról indult a mindenki által ismert, mára már nemzetközivé vált legszebb konyhakertek, Magyarország legszebb konyhakertje program. A napirendi pont egyhangulag került elfogadásra.
9. napirendi pont az öntözéses gazdálkodás kialakítása érdekében egyes külterületi csatornák alvízöntözési közösségtárgykör részére történő használatba adásra tett javaslat volt. A napirendi pont 8 igen és 3 tartózkodással elfogadásra került. 10. napirendi pont a Karcag külterület 0659/9 helyrajzi számú ingatlan Labonc Sándor részére történő részbeli haszonbérbe adásáról szóló 43/2018-as határozat módosítására tett javaslat volt. A testület által egyhangulag került elfogadásra a napirendi pont. Ezt követően a volt Titász tampája haszonbérbe adásáról szóló 2005/2205/210 számú határozat hatályon kívül helyezésére tett javaslat került megtárgyalásra, majd egyhangú elfogadásra. Ezt követően a Karcagváros település rendezési eszközeinek 2022. évi második módosításához tartozó módosítási cél elfogadására a települési rendezési eljárás elindítására tett javaslatot tárgyalta a testület. A napirendi pontot a testület egyhangulag támogatta. Majd a Karcag tilalmasi mezőgazdasági korlátolt felelősségű társasággal kötendő, a társaság tulajdonában lévő kutató és vízhálózat bérletéről szóló megállapodásról szóló 299/2018-as határozat módosítására tett javaslat megtárgyalása következett. A további napirendi pontok megtárgyalása zárt ülés keretében történt. A testület munkaterv szerinti következő ülését várhatóan 2023. február 9-én csütörtökön tartja.